A 8-as főutat Szent Gotthárddal összekötő füzesi út mellett található ez a jurta. Ide költöztünk ki most már lassan egy hete, abból a célból, hogy felhívjuk a figyelmet a szomszédos Ausztriában lakó polgároknak arra, hogy Szent Gotthárd nem akar egy szemétégető árnyékában élni. Ezt a szemétégetőt a város mellé, de osztrák oldalra tervezi felhúzni egy osztrák cég. Tőlünk pár száz méterre helyezkedne el. Jelen felállásban ez Ausztria legnagyobb kapacitású szemétégetője lenne. Az Őrségi Nemzeti Park ettől körülbelül 200 méterre helyezkedik el. Ausztriában itt van a Ráb Naturpark, és tőlünk nem messze pedig Szlovéniában a Goricskói természetvédelmi terület. Tehát egy természeti értékeit tekintve gazdag helyszínen lévő vidéken vagyunk, és ide akarják telepíteni a szemétégetőt. Szent Gotthárd városa 3 éve tiltakozik ez ellen, számos rendezvényt szerveztünk, mindenfajta jogi eljárásban részt vettünk, és természetesen a civil nyomásgyakorlást különböző eszközökkel, különböző módon próbáljuk fenntartani. A jurta erre szolgál. Aki ide kijön, ez lehet gotthárdi aktivistánk, lehet országból, városból, vagy éppen szomszédos országból, akárki vállalja azt, hogy minimum egy napig nem vesz magához szilárd táplálékot, tehát éhségsztrájkol, kifejezve azt, hogy számára a természeti, még meglévő természeti kincseinknek a védelme az igenis fontos. Folyamatosan jönnek az emberek. Jól esik nekünk ez a figyelem. Kell is, mert nem könnyű dolog a pusztába kiköltözve küzdeni. Egyik aktivistánk 5 napot vállalt be, becsülettel betartotta, tehát számára az egy becsületbeli kérdés, hogyha azt mondja, hogy nem eszek, akkor nem eszek. Kibírta, humora az töretlen maradt, kicsit mintha beesett volna az arca, de a szeme az még élénkebben villogott. Ez tényleg egy szélsőséges dolog, sokan fejüket is rázták, hogy miért vágunk bele ilyen akcióba. Mi azt mondjuk, hogy a legrosszabb dolog az, hogyha felépül az éget, akkor már nem az, hogy kaját nem fogunk magunkhoz venni, hanem levegőt sem. Annak se lenne már értelme. Ilyen világban élünk sajnos, hogy más akciót tervezünk-e, vagy van ennek még, vagy ennél durvább dolog is. Úgy érezzük, hogy van. A PRONA számára talán, mint egy bíróságon bejegyzett szervezet számára talán véget ért az ilyen jellegű megmozdulásoknak a sora, de magánemberek ennél sokkal durvább akciókat is képesek végrehajtani.